Na, guruljunk! Célunk pedig nem más most, mint Horvátország. Annyi a tervünk, hogy a mai napon lejutunk Letenyére, a határhoz, holnaptól kezdve pedig irány a horvát tengerpart, megnézzük a 8-as utat. Gyerünk! Hopp, és már meg is érkeztünk Letenyére, sikerült az országot autópályán átszelni. Ez egy olyan 480 km volt itt számunkra, rendkívül unalmas, éppen ezért nem is csináltam róla egy darab felvételt se. Itt vagyunk a szálláson, a szállás pedig Radics Panzió. Nem sokan vannak rajtunk kívül. Majd belülről csinálok felvételt, viszont rengeteg a szúnyog. Elfoglaltuk a szállásunkat. Ez a Radics Panzió, ez itt Letenyének a szélén van valahol, elég közel egyébként nyilván a határhoz. Maga a panzió az kívülről nagyon jól néz ki, belülről eddig ezt az egy szobát láttuk, úgyhogy olyan nagy következtetéseket nem tudunk levonni, de nézzük akkor ezt a szobát. Bookingon keresztül foglaltam, és az volt a cél, hogy 5 ágyas apartmant foglaljak, mert 3-an vagyunk, de akkor így legalább 3 különböző ágyban tudunk aludni, és mégis egy olyan nagyobb belterületű szobában vagyunk. A bejárattól ezt látjuk. Itt van az egyik dupla ágy. És következik a fürdőszoba. Mondjuk ezt a zuhanyfüggöny kérdést, ezt úgy különösebben nem reagálták túl, az biztos. És a meglepetés, a hátsó szoba, ahol valóban 3 darab fekhely van, de hát amint látszik, az a harmadik ott bent a sarokban, az egy kicsit kicsike. De hát ez így alakult, tehát az 5 férőhelyünk az megvan, a 3 külön darab ágya az megvan, de hát na mindegy, én fogok oda befeküdni arra a kis ágyra. Amúgy a személyzet az végtelenül normális, kedves, aranyos minden, tehát egy szavam nem lehet, és egy szavunk nem lehet rájuk, mert tényleg normálisan megcsinálnak minden. Az más kérdés, hogy a tulajdonos, vagy a vezetőség, vagy nem tudom, kit mondjak, ők úgy döntöttek, hogy az 5 férőhelyes és az 5 ágyas szobát, azt apartmant, bocsánat, azt ők így oldják meg, még egyszer egy villanásra, többiek elmentek szaunázni, mert ugye ketten vannak most rajtam kívül még itt ezen a túrán, ők elmentek szaunázni, én fürdök, utána pedig irány a vacsora. Jó reggelt, aludtam már többet is, de hát ez a túra nem erről szól, hogy olyan sokat alszunk, hanem arról szól, hogy túrázunk. Tegnap este a személyzet tanúbizonyságot tett arról, hogy tökéletesen vendégbarát szálláson vagyunk, ugyanis hát még a hivatalos záróra után is maradtak lelkesen, és tették a feladatokat, úgyhogy le a kalappal, köszönjük szépen nektek. Úgyhogy még a reggeli hátra van, arra kíváncsi leszek, hogy milyen lesz, de beígérték a rántottát, az omlettet, a mindent. Most pedig irány a reggeli. A reggelin is túl vagyunk, azt sajnos elfelejtettem lekamerázni. Szalonnás rántotta volt a menü. Hibátlan volt ez is, most már pakolunk és indulunk. Az lesz a menetrendünk, hogy le fogunk menni az autópályán egészen Károlyvárosig, ott pedig lemegyünk róla, és a 23-as úton próbálunk meg leereszkedni a tengerpartra. Remélem jó időnk lesz, na gyerünk!
Szálláson elég gyorsan ideértünk a határra. Azt hittem, hogy nagyobb torlódás lesz. Napot! Köszönöm. Ő volt a magyar kollega, most jön a horvát kollega. Hát de a horvát kollega meg nincs itt, jaj, de itt van. Jó napot! Forgalmit, illetőleg személyit kértek, nem kérték viszont a járműnek, a motornak a nemzetközi zöld kártyáját. Megérkezett a rendőrségi felvezetőnk, úgy látszik átengedték őt is a határon, nem volt semmiféle mélyreható vizsgálat. Minden oké? Okay? Zsolt is befutott. Most pedig már lejöttünk az autópályáról, és a 23-as úton tartunk délnyugati irányba, a tengerpart felé, Zeng városába. Ha valakinek van ideje, akkor érdemes ezt a 23-as utat kipróbálni, legalábbis a fekete öves Horvátországban járó motorosok ezt ajánlják, én még nem voltam. Az autópályán egyébként hát úgy elég sűrűn voltak felújítások, emiatt forgalomkorlátozások. Az autópálya költsége, két részletben fizettünk, két olyan szakaszt tettünk meg, ami fizetős. Egyrészt a határtól elmentünk Zágrábig, ötöleg Zágráb előtt olyan 10 kilométerre volt a fizetőkapu, az 26 kuna volt, illetőleg Zágráb után pedig Károlyvárosig, ez pedig 11 kuna volt. A 95-ös benzin az egységesen olyan 10 kuna körül alakul literje. Na lássuk a 23-as utat! A 23-as útnak az elejét semmiképpen sem nevezném kiemelkedő minőségűnek, tele van ezekkel a fekete ilyen toldásokkal, amik ugye csúsznak, bár nagyon szép a környék és a táj. Eddig viszont nagyon sok lakott település volt, amin keresztül jöttünk, így nem igazán lehetett menni. Meg hát természetesen mindig akkor kerülnek elénk autók, amikor beindul a kanyargós rész, mert hogy kanyargós az biztos. És a kikötő. Itt fogunk megállni, pihenni, enni. Befutottunk Zeng városába. Itt most a kikötőnél le is parkoltunk. Eszünk valamit, utána pedig irány a 8-as út. Nekiindulunk délfelé, Zadar irányába. Meglátjuk, hogy meddig fogunk eljutni, főleg ameddig kedvünk lesz. És majd keresünk valami szállást is.
és megjöttünk ide. Elfoglaltuk az adari szállást. Ez egyébként a óváros mellett van egy kikötő rész, és annak a másik oldalán van, tehát gyalog elég közel van az óvárosi rész, ahol már voltunk itt 3 éve is. Úgyhogy ezért is választottuk ezt a környéket, mert tudjuk, hogy itt sétatávolságra van minden. Maga a szállás az egy nagyon igényes, kellemes, tiszta, egyszerű. Ilyenre van szükségünk egyébként. A motorok azok ott lent az utcán, ez egy zsák utca egyébként. Tehát 2 motor az ott parkol, és a harmadik... Na, az enyém pont nem látszik, mindegy, majd le fogok menni. És akkor megmutatom, hogy néz ki egyébként a feljövetel. Itt az első szint, itt laknak a tulajék. Csokolom. Illetőleg tovább a utcára. És már meg is érkeztünk. Ugyebár a 2 vas és a 3. Ott már látszódnak a árbócok. Nagyon-nagyon jó volt ez a mai nap. Főleg azért, mert itt a 8-as úton sikerült szépeket döntögetni. Itt látszik, hogy milyen szépen el van kenve a guminak a széle. Ugye nem ment teljesen le, tehát egy picike kis majrécsik azért még maradt, de egyszer én már nem mertem tovább dönteni. Ilyen közúti forgalomban nekem ez a maximum, viszont itt nagyon szépen látszik, hogy mennyire jól tapadt az aszfalt, mert ilyen szépen elkente a gumit. Nézzük a másik oldalon, ott is, igen, itt látszik, gyönyörű. Na szóval, pakolunk és irány az óváros. Vagyunk a vacsorán, és eléggé elfáradtunk a 8-as út kanyarjai között, úgyhogy most már igazából csak sétálgatunk, és utána pedig pihenő lesz. Valószínűleg tartom, hogy ugyanezen a szálláson maradunk holnap este is, és holnap pedig a környéken fogunk barangolni. Ez a tengeri orgona itt Zarában, amit a víz működtet. Hogy a víz hullámai mozgatják. Jó reggelt! Gondolom nagyon jól nézhetek ki. Második napja nem alszok normálisan. Most pedig reggel 6 óra van. Kb. Egy olyan 2 órája vagyok fönt. És úgy döntöttem, hogy nem fogok tovább a szobában feküdni az ágyban és a plafont bámulni, hanem most pedig sétálok egyet itt a környéken. Járművek megvannak. Csat. Szóval járművek megvannak, mind a 3. Épségben, egészségben. Nem tudom, mennyire látszik. Ez a szép steppert kabát rajtam. Nagyon kis csecse kabát. Ez egyébként a motoros kabátnak a termobélése. De úgy döntöttem, hogy nem fogok külön pulóvert, kabátot, stb. Hordani, mármint hozni a motoros túrára, hanem olyan kabátot veszek, aminek van egy külön mellénye, és
ezáltal ugye 2:1. Tehát ezt lehet használni utcára is. Nagyon mondjuk ezt pont nem lehet használni utcára egyébként, mert elég hülyén néz ki. Azt hittem amúgy, hogy hűvösebb lesz most reggel, de nincs annyira hűvös, úgyhogy felesleges ez a kabát, le is fogom venni. Szóval a szállásunk az nagyon közel van a kikötőhöz, és most éppen oda tartok, oda fogok kisétálni. Itt tegnap este valami nagy buli volt ebben a sarki helyen. Na, hello, szia! Ne. Tehát nem kell elsőbséget adni a gyalogosnak a zebrán. Isten, ments, nyugodtan, menjél, haladjál, üssél, kész, miért ne? Elég nagy a kikötője itt a zadarnak, zára a zadar, kinek hogy rémlik, vagy ki hogy használja ezt. Egész odáig benyúlik ez az öböl, ez a móló. Ott van az óvárosi rész, oda most nem biztos, hogy át fogok menni, de majd kitalálom. Hát itt vannak ilyen ladikok. Arra pedig egy nap felkelte. Viszont a nagy nyüzsgés nincsen, így reggel 6 órakor. Azt már kiszúrtam, hogy van itt egy pékség a közelbe, és az már reggel 6 órakor kinyit, illetőleg van egy bolt, ami 7 órakor kinyit. Szóval ez a hely, mármint az elhelyezkedés ennek a szállásnak egyébként tényleg jó, leszámítva az, hogy egy ilyen U-alakot kell körbe sétálni, hogyha az óvárosi részbe az ember be akar ülni valahova. Maga a szállás egyébként, a videó végén majd úgyis ott lesz, hogy pontosan mi az elérhetősége, meg a neve, meg a stb. A 45 euró, azt hiszem, 45 euróba került, és 3 főre, tehát 3 külön ágy, 2 normál ágy, 1 kanapé ágy, nagyon igényes maga az egész szállás, a tulaj az teljesen normális, és azt a megoldást alkalmazzuk ezen a horvát túrán, amit egyébként már régebben is kellett volna alkalmaznom, lehet, hogy közletek sokan már ezt csinálják, hogy inkább kezet váltok, mert hogyha abba az irányba áll a kamera, akkor szerintem szebb a háttér. Szóval meg elfáradt a jobb kezem. Nincs előre eltervezve semmiféle menetrend, csak az, hogy mikor érkezünk és mikor megyünk haza, és egyébként pedig csak úgy megyünk, amerre jól esik, és addig, ameddig jól esik. Nagyjából olyan kora délután szoktuk eldönteni, hogy akkor aznap meddig fogunk elmenni, és akkor foglalunk szállást is. Nyilvánvalóan ezek mindig az ilyen last minute árak, tehát egész jó árakon lehet szállást fogni, mint ahogy ez is mutatja, hogy jó, április vége van, tehát még előszezon van, de tulajdonképpen teljesen jó áron, 5000 forint fejenként egy éjszaka. Ja, és valószínű maradni fogunk még egy éjszakát, mert át akartuk menni Pax szigetére még az este, de annyira fáradt volt mindenki, hogy hagytuk a francba. Úgyhogy szerintem a mai nap, és hát ahogy látszódik, olyan jónak tűnik az időjárás, úgyhogy szerintem a mai napon meg fogjuk látogatni Pax szigetét. A pékség valóban kinyitott. Ahol a pékség. Valamit mindjárt veszek is, valami kis élelmiszert, és utána pedig sétálgatok egyet. Burek lesz a menü. Ez a hússal töltött péksütemény. Majd meglátjuk, milyen íze van. Szóval ez a töltött húsos verzió. Így néz ki. És hát ebben ilyen darált hús, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, ami benne van. És olyan leveles tésztaszerű az egész. Keményen, mint a mi leveles tésztánk. És a hús az nem annyira fűszerezett egyébként. Nem rossz, de tápláló az biztos. Nekem ízre annyira nem jön be. Majd fogok venni még valami mást is. Rájöttem egyébként, hogy ez a steppert kabát, ez mire emlékeztet engem. Hát a 90-es évek popsztárjaira. Vettem még egy kis plusz reggelit srácoknak. 2 hotdog-szerű valami, tehát ilyen leveles tésztába göngyölt virsli.
valamint egy lekvárosfánk és kettő csokis croissant. Ez volt 39, legyen mondjuk 40 kuna. Hát kb. 40 a forint kuna árfolyam, tehát 1600 forint volt ez a reggeli. Egyébként finom, jó ez a pékség, nyilván nem a legolcsóbb, mert olcsóbban egy boltban be lehet vásárolni, de szerintem 1600 forintért egy reggeli, mondjuk két főnek, majdnem két főnek jó lesz. Most pedig túl vagyunk a tankoláson, illetőleg a reggelin, és indulunk Pak szigetére. Na kérem, tisztelettel Pak felé haladunk, Zadarból kifele. 3 éve ez az út ugyanígy nézett ki. Hát azóta se csinálták meg. Hölgyeim és uraim, itt a híd. Ez az a híd, ami átvezet a kontinensről a szigetre. Ez az napozós, talicskázós Szilvia. Na, tessék, kempingágy, minek? Ime a tenger, Pak szigetének legészaki pontja. Ez a parti sétány, legalábbis annak egy része, mint egy ilyen körforgalom üzemel. Tehát itt el kell menni egy jobbost, és majd a másik, a bal oldalon tudunk visszajönni. Itt viszont kavicsok vannak, úgyhogy nagyon óvatosan kell haladni. Hát a helyi nyugdíjas csoport az, igen. Köszönöm szépen. Ez volt a cél. Yes. A végcél. Nézzük meg a vizet. Tisztának tűnik. Aha. Még jó, hogy vízálló a csizmám. Szép. Who?
úgy tűnik, hogy a horvát túra véget ért. Holnapi napon annyi dolgunk lesz, hogy itt Zadarnál fölmegyünk az autópályára, és irány Magyarország. Nem tudom, mikor fogunk tudni indulni, éppen ezért azt sem tudom, hogy meddig fogunk tudni eljutni. Jó lenne mondjuk a Balatonig elmenni a holnapi nap folyamán, és akkor ott megaludni, vasárnap pedig haza, tehát másnap pedig haza. Horvátországról nem változott meg a véleményem, én másodjára vagyok itt, mind a két alkalommal motorral voltam. Nagyon-nagyon tetszik, továbbra is. A 8-as út az kiemelkedően jó, motorosoknak nagyon-nagyon ajánlott, jöjjetek, nincs messze Magyarországtól, menjetek végig rajta. Északon rá tudtok menni. És befutott egy hajó. De jó, úgy tűnik egyébként, hogy véget ért a videófelvétel készítés. A mindegy, azt még kívánom. Na, mielőtt beindul a buli, szóval 8-as út elejétől a végig jó néhány útfelmarás azért van, tehát figyelni kell a kanyaroknál. Valamint Pax-szigete. Pax-szigetére mindenképpen menjetek el, mert egyszerűen csodálatos, de el kell menni a legészakibb csücskére, a Lun nevű településhez, és ott lemenni a partra, és ezelőtt a település előtt egy olyan 15-20 km-rel indul be az a móka, ami igazán megéri. Mint egy hullámvasút olyan, úristen, mindjárt kikötnek ide mellém valamit. Kötötték a hajót. Szóval, vége a horvát durának. Sziasztok, szélesetek! És még egy kis plusz információ, a horvát autópálya elég drága, mi a hazafele úton a Zadar és a magyar határ közötti távot, azt kereken 100 kunáért, azaz több mint 4000 forintért tudtuk megtenni. A fizetőkapuknál pedig készpénzzel, kártyával tudtok fizetni, kunát, illetőleg eurót is elfogadnak. Itt vannak a motorok, és három olyan motor van itt, ami mind BMW, mind Boxer, mind légolajhűtéses, de három különböző generáció és három különböző stílus. Nézzük meg őket. Hát ő itt egy 1001-es, tehát R1001. Ő itt az 1002. Ő pedig, ugye hát ő az enyém, 1150. Tehát három különböző generáció és három különböző stílus, ugyanis ugye ez itt egy csupasz, az R verzió, itt egy GS, illetőleg ő pedig az RT, azaz az idomos verzió. Tehát itt azért van szélvédelem bőven, van hely bőven, és egy hatalmas nagy tepsi ülés, kényelem is van. Na ezért nem kell átmenni a szembe sávba. Mindig úgy kell vezetni, mint hogy jön a szembe egy ilyen kamion. Na ilyenkor van gevasz. Na ezt mondjuk most belsőjével meg tudnám előzni. Milyen kesztyűd van? Mechanics. Taktikal? Aha. Mechanics. Ez hát ilyen kemény műanyag, vagy nem, ez gumi. Ez ilyen gumírozott. És a többi, ez ilyen megerősített? Van. Aha. Aha. Hát ez alapvetően taktikai történetre. Aha. Meg hogy ne csúszom, amikor megfogsz valamit, azért ilyen... Taktikai kesztyű motorozáshoz. Nyári, szellős és nem csúszik. Király. Egy utcával arrébb, mint ahol a szállásunk van. Kicsit olyan érdekes a környék. Mindenesetre én beugrottam a helyi boltba, vettem 2 darab sört, amivel egyébként semmi gond nincs. Ezt a helyi Karlovacskó? Jól mondom? Ó, nem fókuszál a rendszer. Ami egy szóval ez a Karlovacskó sör, ez 10 kuna egy sör, tehát 400 forintba kerül egy ilyen sör. Ez egy non-stop bolt, tehát ezért biztos, hogy drágábba kerül, mint máshol.
ott benne az utcában, ott elég sötét van, nem tudom mi zajlik, viszont hát valaki rágyújtott egy tuti jó kis rakétára, úgyhogy el kell hagynom a környéket, úgy érzem.